kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, két igével köszöntelek benneteket az alkalommal. Máté evangélium a 6. részének a 24. versét olvasom, valamint ugyancsak Máté evangélium a 12. részének a 25. verset. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Szeretett testvéreim, néhány percben nagyon komoly gondolatokat szeretnék megosztani veletek, amellyel köszöntelek benneteket. Ősi idők óta tulajdonképpen a társadalmak, a civilizációk úgy kezdődtek, hogy voltak emberek, akik művelték a földet, vagy a városokban űzték az ipart, és ugyanakkor különböző védelmi szervezetek is szerveződtek, akiknek az volt a feladatuk, hogy óvják és oltalmazzák a nemzetet. Nos, testvéreim, egy fura helyzetnek lehetünk tanulni sokszor az utóbbi időkben, hogy nem változott semmit, úgy látszik ez a világ, egy meghasonlott országban élünk. Meghasonlott ország, amelyben a nemzet hátratétele folytatódik, azoknak a bántalmazása sokszor, vagy éppen nem csupán az elhallgatása, vagy háttérbe szorítása, akik a nemzetnek alkotó részei, akiknek szívében, lelkében ott van ősi emlékezet gyanánt, az ősöknek a példája, hát tudjuk jól, tehát az a hatalom, amelyik ebben az elmúlt időben kivette a részét, hát mondhatnánk elpusztult, de ez az újabb hatalom, amely jelenleg is még regnál, tulajdonképpen valamilyen szinten, enyhébb módon ugyan, de ugyan ezen az úton jár. Egyetlen módon lehetne tulajdonképpen megcselekedni azt, hogy a nemzet újra egységessé váljon, és a nemzet felemelje a fejét, hogyha sokszor hallottuk ezt és halljuk, ha eltörölnék végre azokat az alapszerződéseket és azokat a diktátumokat, amelyek szétszették ezt az országot. Mert szétszedett országban és olyan soha be nem tartott diktátumok érvényben tartása alatt nem fog kibontakozni igazán a jövendő. De Isten igéje az, amit szóltam, amit mondtam, amelyik ország önmagával meghasonlik, vagy amelyik hatalom önmagával meghasonlik, amikor olyan szervek, akiknek az lenne a feladata, hogy a nemzetet oltalmazzák, a nemzetre támadnak, ott előbb-utóbb várható a nyomorúság, a baj, a pusztulás. Igen, fontos erre odafigyelnünk. Olyan kort élünk, amikor tulajdonképpen egyrészt magas pozícióban lévő emberek két úrnak szolgálnak. Látszólag a nemzetet is szolgálják, sok minden jót cselekszenek, de mihez tudnám hasonlítani, egy olyan hasonlatot tudnék erre mondani, mint amikor valaki, a testvéreink, akik szerte élnek itt a Kárpát-medencében, a síralomházban vannak, nyomorúságban, és csupán annyit teszünk meg az érdekükben, hogy netán valamilyen enyhébb bánásmódot harcolunk ki a számukra, de nem tesszük meg, és nem tettük meg a legfontosabbat,
hogy szabadon bocsáttassanak. Szabadon bocsáttassanak. Atyáink, akik végig harcolták a második világháborút, akik azért szálltak hadba, hogy helyre álljon az az ország, amit szétszedtek, azok a mai napig elmarasztalt emberek, ha róluk megemlékeznek, a sokan nem jó néven veszik. Márpedig emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell az ő hősi példájukra, hiszen azért szálltak sékra, és most 56-ra gondolok, akkor is a magyar szabadságért szálltak sikra azok, itt ebben a megszentelt helyben, ahol vagyunk, hogy szabadságot nyerjen a nemzet. Testvéreim, ha kevesen is vagyunk, de akkor is tudjuk és tanuljuk meg, hogy Isten a kevesek által szerzett és a kevesek által szerez szabadulást. Nem hiába való a munkánk. Isten a bátorságot megáldja. Ezért azt tudom mondani, hogy bátor szívvel keressük egymás kezét. Egy történettel fejezem be a háborús időkben, amikor gyermekeket, iskolákat messze tengerpart mellé telepítettek, hogy biztonságban legyenek egy alkalommal. Körülbelül 100 gyermek volt ott a strandon, hirtelen vihar támadt a tengeren, és egy fiatal lelkész tanár azt találta ki, hirtelen azt mondta, fogjátok meg egymás kezét! És csodák csodája, megfogták egymás kezét, belekapaszkodtak egymásba, és senki nem esett áldozatul. És most én is ezt mondom nektek, akik a nemzethez tartoztok, akármilyen egyesület, akármilyen szövetség, bármi is legyen, de azt tudom mondani, hogy az a megmenekülésnek, a jövendőnek az áldása, megfogni egymás kezét, összekapaszkodni, félretenni a különböző nézeteket és sérelmeket. Testvéreim, ezt tudom mondani, fogjuk meg egymás kezét. És akkor győzedelmeskedünk, akkor lesz feltámadása a nemzetnek, akkor lesz egysége annak az ősi országnak, amelyet őseink megtartottak és védelmeztek, és az oltalmuk kiterjedt mind azokra is, akik körülöttünk voltak. A mindenható Isten áldjon meg és segítsen bennünket, oltalmazzon bennünket, hogy meg tudjuk cselekedni ezt bátor szívvel, lendületes lélekkel, merjünk tenni a nemzetért, ne törődjünk vele, hogy hogyan fogadják a cselekedeteinket, de mi magunk Istenre tekintve, az ő szent lelkének segítségét kérve erősítsük és ápoljuk a nemzetet, a nemzettudatot, és ne féljünk, mert Istennek megváltott népe vagyunk. Tegyünk félelmeket, és ne engedjünk különféle félelmi zsarolásoknak és egyemeknek, hanem járjunk végig azt az utat, amelyet Isten számunkra megszabott, mert hiszem, hogy a magyar nemzet Isten választott nemzete, aki sokra hivatott, és ebben Isten meg fog áldani bennünket, és ez igen, így lesz. Amen.